Hazamehettek a négyesikrek a debreceni klinikáról. Az édesanyja és az apróságok csak nem 5 héttel a császármetszés után szövődménymentesen, egészségesen együtt várják a karácsonyt. Kiskocsival tolták ki a szülészetről a négyesikreket a szülők. Azt mondják, a szülők még csak most kezdenek hozzászokni, hogy egyik pillanatról a másikra nagy családosok lettek, és a karácsonyt már nem kettesben, hanem 6-an ünneplik majd közös otthonukban. Tehát már nem csak mi leszünk egymásnak fontosak, hanem a 4 gyerek. Talán egy más érzés lesz, hogy azért most már egy család vagyunk, tehát azért. Ez azért egy más érzés, mert az ember még nem tudja, hogy milyen az, hogy van gyerek, meg ugye, hogy jó, hogy lesz igazán család, addig nem. Tehát azért már most ez nekünk is más érzés. Hát ugye mi férj és feleség vagyunk 2016 óta, de családról talán most beszélhetünk. Igen. Már. Tehát mi így most lettünk egy nagy család, de tényleg nagy család, szó szerint. Négyes ikerterhesség legutóbb 3 éve volt a debreceni klinikán, azt megelőzően pedig 30 éve. A picik egy úgynevezett asszisztált reprodukciós technikának köszönhetően fogantak meg. Maga a szülés, a császármetszés ilyenkor egy kifejezetten rizikós és nagy csapatot igénylő beavatkozás, és a császármetszés után is egyrészt az édesanyára, a gyermekágyas szakban, másrészt a picikre itt az újszülött osztályon egy komplett csapat vigyáz, neonatológus orvosok, csecsemős nővérek, szakdolgozók, ez egy nagyon nagy csapatmunka. A koraszülés ellenére a babák az elmúlt 5 hétben folyamatosan fejlődtek, gyarapodtak. Komplikáció nem lépett fel kezelésük közben. Mind a 4 erősek és egészségesek. Megfelelően alakult minden ideálisan az állapotukban, egy kielégítő koruknak megfelelő állapotban születtek, és így elérve a 37. hetet, ami a koraszülöttség határa, jó stabil állapotban tudjuk őket hazaadni. A 3 kislány és a kisfiú az elmúlt 5 hétben 1-1 kilót hízott. A szülők azt mondták, hogy a gyermekek gondozásában majd a nagyszülők segítségére is számíthatnak.